Jó estét kívánok, ez a művészbejáró Békés megye kulturális magazinja. Andersen Hókirálynő című klasszikus meséje alapján készült Zalán Tibor átiratában a Sókirálynő című előadás. A Jókai Színház legújabb darabját Merő Béla rendezi, és november 27-én láthatja először a színház kedvelő közönség. A darabról beszélgetek ma esti adásunkban Merő Bélával, Kerek Viviennel és Józsa Bencével. Üdvözlöm Önöket, sziasztok! Jó estét kívánok! Jó estét. Akkor először is beszéljünk arról, hogy témáját tekintve mivel is különbözik a Hókirálynőtől a Sókirálynő című? Hát a címében benne van, beszélő cím, hogy a Kály, a főszereplőnk nem a hóbirodalmában, hanem a sóbirodalmába kerül. Zalán Tibor barátom egy szokás szerint egy őrült darabot írt, egy őrült mesét, hogyha úgy tetszik, a mai világunkról. Tehát az, hogy az igazi mesék megszűnnek, ócskaságok közé kerülünk, és egy átlag ember számára a te is lehet sztárvilága, nem tudom, a TV2-nek, a RTL Klubnak, ezek a show műsorai számítanak igazából kiemelkedési lehetőségnek, és felborul az alapmese, Kály bekerül ebbe a világba, és Gerda, barátnője elmegy utána, és ott vergődik maga Andersen, az eredeti mese írója, aki nagyon nehezen, de végül megtalálja az átjárót a mesék világából a sóvilágába, majd a sóvilágából vissza a mesék világába. Akkor, ha jól értem, ez a fő mondani valója is a történetnek. Hát igen, én azt kell mondanom, hogy elég, tehát annak ellenőtt gyerekdarab, tehát nyilván van egy mögöttese, és hát minden korosztály számára úgy gondolom, hogy mást jelent. Tehát van egy izgalmas történet, nagyon látványos, sok effektussal, sok szélsőséggel, külsőséggel megoldott jelenet, és mögötte van egy kemény harc, igazából a szeretetért. Hát ez a legfontosabb, úgy hiszük, és bármennyire közhelyszerűnek hangzik, hogy ez az egyetlen dolog ma, amivel, hogyha ebben őszintén meg tudunk nyilvánulni, igazi és valódi kapcsolatokat tudunk kiépíteni. Vivien, Bence, ti hogyan kapcsolódtok a történethez? Ugye már egy kicsit hallhattunk arról, hogy milyen szerepet alakítatok, de mégis meséljetek kérlek a karaktereitekről. Nem tudom, melyikötök kezdi? Vagy ki az első? Jó. Kezdem én. Gerda igazából egy nagyon tiszta szívű és álmodozó lány, aki egyrészt hisz a mesékben, hisz a szeretetben, hisz a barátságban, és számára ezek az értékek élveznek prioritást. Hihetetlen kalandokat és megpróbáltatásokat áll ki annak érdekében, hogy megszabadítsa a barátját egy művilágtól, ami beszipkázta. Aztán, hogy sikerrel jár ez majd a későbbiekben kiderül, a mese végén. Gerda nagyon erős, hihetetlen drámát jár be, annak ellenére, hogy egy kislányról van szó. És egy érdekes jelenfejlődésen megy keresztül. Köszönöm. Bence? A Kály egy teljesen hétköznapi kis fiúcska, aki kellő rosszasággal is van, ugye, ami minden fiúba benne van. És az a baj, van egy nagyon rossz szenvedélye, mert ugye mit látunk manapság, azt látjuk, hogy a szülők is tévéznek, hát ebből ugye a gyerek is azt látja, hogy hát akkor tévézünk, és ebből jön neki ez a szenvedélye, hogy állandóan a tévét akarja nézni, és nem a kis Gerdácskával játszani. És össze is vesznek a Gerdával, és a Kály végre beteljesítette a szenvedélyét, mert le tud ülni a tévé elé. És kapcsolgat, és egyszer csak hát mire talál rá? Hát ugye egy valóságsóra, ami teljesen megbódítja és beszippantja. És onnastól teljesen máshogy látja ezt a világot. Hát ott akar lenni, el akarja hagyni ezt az egészet, ezt az életet, és egy új életet kezdeni. És ez teljesen elzárja őt a családjától és minden szerettétől. Milyen nehézségekkel kellett szembenéznetek a karakterek megformálása során? Mennyire álltak egyáltalán közel a személyiségetekhez? Én úgy éreztem, hogy viszonylag hamar megtaláltuk a közös hangot Gerdával, mivel én is voltam kislány, és valamilyen szinten még most is az vagyok, még most is gyerek vagyok, nagyon könnyen elő tudom csalogatni ezt az énemet, meg ezt a vonást így a lelkemből. Igazából a gesztusok, a reakciók voltak azok, amiket nem felnőttből, felnőtt gondolkodásból kellett megoldani, hanem vissza
egyszerűsödni, rácsodálkozni a dolgokra, nem nőből reagálni, hanem igen a gyermeki lélekből. Nekem a Kájban a legnehezebb a kettőséget megtalálni, hogy őt hogyan bódítja el ez a világ, mivel engem soha nem ez volt. Én mindig a barátaimmal játszottam, fakardoztunk, jól voltunk, állandóan lent voltunk az udvaron, hogy ezt nagyon nehéz megtalálni, hogy mi viszi rá, egy gyereket mi visz rá arra, hogy a tévé elé leüljön és azt bámulja. Azt gondolom, a 21. században elég aktuális ez a téma, de mégis megkérdezem, hogy miért gondolták azt, hogy ez legyen a központi gondolata a darabnak, és hogy nyilván ez legyen a mondani valója? Hát egyrészt azért, mert a Zalán Tibor barátom így írta meg. Tehát találkoztunk, én választottam a darabot, mikor igazgatóról, Seregi Zoltánnal beszéltünk, ő mondta, hogy ebben az évadban egy mesét kéne színre vinni, és akkor javasoltam ezt. Pontosan ezért, mert én ezt nagyon fontosnak érzem, ezt a világot. De annyit a tévéről, hogy azért a mai felvétel az fontos, tehát nem mindig szidjuk a tévét, nem erről szól a dolog. Tehát voltaképpen az úcskává váló világ ellen van ez a darab, a csodák megtalálása, az, hogy nem veszük észre, hogy az emberi kapcsolatokban ott vannak a csodák, az, hogy két gyerek között lehet egy tiszta kapcsolat. Azt hiszük, hogy akkor lehetünk sztárok, hogyha nyilvánosan csókolózunk a televízióban, és nyilván van valami ára, tehát nekem vannak tanítványaim, akik bejárták már a hírvilágot, és akkor mondtam, hogy igen, ez nagyon furcsa, és azt mondja, Béla, nem tudom, hogy nem erre tanítottál, de tudomásul kell vennem, hogy vagy azt az aszkéta világot fogom élni, amire tanítottál, és amilyen te vagy, vagy pedig, ha a sztár akarok lenni, meg ismert akarok lenni, akkor ezt az utat kell járnom. Na most ez a probléma, hogy az egész tömegkommunikáció tisztelt a kivételnek, ugye néha vannak színházi közvetítések, de nem annyira, ez határozza meg. Tehát nem létező figurák bejönnek az utcáról, és hirtelen sztárok lesznek. És a nagy színészeket, Molnár Piroskát, Pagány Juditot, Jordán Tamást is sorolhatnám, nem is ismerik már a fiatalok. Pedig még ott vannak a deszkán, és játszanak. És engem ez borzasztóan irritál. És azt az ostoba szemléletet, ami a mesék világára vonatkozik, hogy nem lehet Andersen tanítani, azért az Andersen megijeszti a gyerekeket, mert abban gonosz boszorkányok vannak, meg tündérek vannak, valóságos mesét kell játszani. És ezt pszichiáterek mondják, ez egy ostobaság. Évszázadokon át ilyeneken nőttünk fel, és elvarázslódtunk a mesék világában. Most ezt akarják elvenni. Úcskává válik, kiüresedik minden, 2 + 2 = 4, holott 2 + 2 = 5, vagy 1 + 1 = 3, hogy Eisenstein mondta, mert valami, van egy plusz jelentése. Akkor, ha jól értem, önnek személyes tapasztalatai is van a rossz világról. Hát természetesen. Tehát azt kell mondanom, és ez nagyon, nagyon lényeges kérdés. Tehát nyilván a mese nem erről szól, csak ez van mögötte, hogy az utolsó osztályomnál levetítettem az első alkalommal Zeffirelli Róma és Júliáját, és az erkély jelenetnél az osztályom tagjai elkezdtek nevetni. Elutasították. És amikor a végén harmadévesen levetítettem nekik, akkor néhányan már sírtak. Mert azért ott van, nem ők a hibásak, ott van egy kitimpáncél, nem akarják megmutatni az érzelmeiket, rosszul neveljük a gyerekeket, tehát valami más világ lett, ugye lehet nézni, hogy a metrón utazom, és ha egy ember olvas könyvet, az Budapesten az szép, a többiek nyomkodják a telefonjukat, mindent el lehet érni, minden átváltható realitásra, és egyszerűen megszűnik az a fantázia világ. Tehát milyen célja van egy embernek, vagy milyen célja lehet a gyereknek? És azért fontos ez a darab, mert el is hangzik, hogy a gyereket mit mondasz a szarvasnak? Azt, hogy minden gyereknek jó a szíve, csak később romlik el, amikor rossz felnőttek közé kerül. Ez az egyik központi gondolat a darabnak. Igen, azért a darab nagyon komoly témát boncolgat, mégis mesébe van ágyazva. Hogyan és miként próbálják akár ugye ti is a színészi játékkal érthetővé tenni ezt a legkisebbek számára is? Csak annyit, aztán utána ti jöttök, hogy ez a mögöttes. Uh-huh. Tehát amikor mi nekiállunk egy darabnak, pontosan kell tudni, hogy mit akar, mi van bennünk. Tehát a szerepeknek mi a meghatározója.
De hát messze nem filozófiáról van szó a színpadon. Tehát abszolút nem filozófiáról. Tehát nem elrettentésképpen mondtam ezt, aztán ettől kezdve senki ne üljön be hozzánk, hanem éppen ellenkezőleg. Csak ez a magatartásunk van ott benne. És ők majd elmondják, hogy hogy látják a szerepükről. Elnézést, mi volt a kérdés? Hogyan és miként próbáljátok akár a színészi játékotokkal érthetővé tenni a gyerekek számára, és hogy azért mégis van ennek a mesének egy kicsit komolyabb üzenete is, mint amit a felszín mutat? Szerintem egész egyszerűen úgy, hogy nem a mesét játsszuk, hanem igenis valós gondolatok, valós problémák, valós húsvér személyek, akár húsvér gyerekek, mindennapi megpróbáltatásai, problémái kerülnek színpadra, és így akár magukra is ismerhetnek. Talán egy kicsit az idősebb korosztály. A fiatalabbaknak meg talán a szélsőséges játék, a hatáskeltés, a látványos színpadi elemek, azok, amik jobban utaztatják őket, meg elvarázsolják őket, de remélem, hogy így az együttes hatás érvényesül majd. Csak annyit hozzá, hogy nem filozofálunk a színpadon. A színpadon csak játék folyik. Uh-huh. Tehát ez, mondom még egyszer, ez a mögöttes. Bence, te hozzátennél még valamit? Igazából a Vivi elmondta. Hát ilyen szélsőségek, amikor ugye amikor teljesen elcsábítja őt a Sókirály, egyből egy érzéketlen gyerekké válik a Kály. Beszéljünk akkor egy kicsit a színpadképről, itt a Vivien már megemlítette. Mese révén gondolom azért a jelmez és a színpadkép is látványos lesz, meg hát a címből is ered, hogy hát a Sókirálynő. Hát ugye több rétege van ebből kifolyólag, természetesen van a sóvilága. Ami olyan, mint a sóvilága. És azon kívül ott van a mese, ami olyan, mint a mese. És az nem áruljuk el, mi, ami meg kell nézni. Tehát próbálunk varázslatos jeleneteket felrakni a színpadra, a folyótól, a csónakig, az éneklő virágokig, a repelő rablókig. Tehát sok minden van, ami a mesék világa és átjárása a mindennapi élet világába. Tehát voltak éppen egy ilyen áttűnés van, mert Vivien szerepében az van, hogy a mai világból, Békéssabai Lencsés lakótelepről származó kislány egyszer csak átkerül a mesék világába. A mesék világában föl-föl sejdül a realitás, az, hogy tévé van még a mesében is, és aztán a végén a sóvilágába kerül, és a sóvilágában Andersen végül is megoldja a helyzetet, és szétrobbantja ezt a sóvilágát, és visszakerülünk a mesék világába, illetve visszakerülünk minőségileg megváltozva a otthonunkba. Haza tudunk menni úgy, hogy végigjártunk egy utat, és közben megtaláltuk a szeretetet, és azt, hogy hiszünk egymásban. Kiknek ajánlják a darabot, illetve mitől lehet érdekes, akár a felnőtt nézőknek is? Hát az kiderül, tehát ez egy családi színház lehet, tehát a 4 éves kortól a nagypapáig, mert mindenkinek mást jelent a dolog. Tehát én azt hiszem, hogy tehát ugye a legegyszerűbb nézők számára a cselekmény a fontos. Azt hiszem, hogy elég sok mindent csinálunk a színpadon, tehát a cselekmény érdekes, a képek, a látvány, ahogyan sodródik a Gerda egyre előrébb a történetbe, az egy történet. És aztán később nyilvánvaló, hogy ki a maga szellemi szintjén közelebb tud kerülni. Én igazából hinnék abban, hogy ezt lehetne játszani szombat-vasárnap, amikor a nagypapa kézen fogva hozza az unokáját, és együtt beülnek, mert együtt tudnának élvezkedni ott az előadáson. Végezetül pedig akkor mikor lesz a darab bemutatója, és hol láthatja a közönség? November 27-én a Jókai Színház nagy színpadán. Szuper, reméljük nagyon sokaknak felkeltette az érdeklődését, és sokan ellátogatnak az előadásra. Köszönöm, hogy elfogadták meghívásokat. Mi köszönjük a lehetőséget, és mindenkit szeretettel várunk. Most pedig lássuk a hét legfontosabb kulturális eseményeit. Minősített könyvtár címet kapott a Békés megyei könyvtár is a Szarvasi Bibliotéka. A pályázati kiírás szerint a cím adományozásáról a kultúráért felelős miniszter dönt. A nyertes könyvtár díszoklevelet kap, és 2 millió forint pénzjutalomban részesül.